Na kezdjen beszélni az, aki tud valamit. Például ki tudja, hogy mi hagyadika van? 27-e. És milyen év? 2017. És május 27. Május 27. Élesden vagyunk. 50 kilométerre az ártandi határtól. És ha minden igaz, ez az első csomagos túránk, amire nem kellett várni 9 hónapot. Itt van az ártandi határ, Nagyvárad és Élesd. Élesd. És innen indulunk, és akkor most kellene megnézni, hogy merre kellene menni. Hol vagyunk? Hát eleve ugye a erdélyi középhegységben vagyunk. Annak is most a mai napon a legészak-nyugatibb csücskét fogjuk körbejárni, hát amennyire engedi majd az út, engedik az útviszonyok. A Részhegység lenne ma a cél, de ha minden igaz, akkor egy sorozat indulna el ezzel, mert viszonylag közel van mindenkihez ez a erdélyi középhegység, vagy erdélyi szigethegység. Nyugati Kárpátoknak is írja egy-egy leírás, és az összes hegységét bejárnánk majd. Ugye a fővonulata az a Bihar-hegység, Kalota-havasok, Gyalói-havasok, illetve az Öreg-havas. Ez adja a főtömegét. Aztán nyugaton van a Király-erdő, a Béli-hegység és a Zarándi-hegység, és mi most az északi részét fogjuk itt meghódítani. A Részhegység lenne ma a cél. Tehát Élesden vagyunk. A Sebeskörös jobb partján fogunk lefelé gurulni a felduzzasztott víz mellett, aztán észak felé fordulunk, és ezen az úton Felsőderna, Papfalva, aztán lefelé délnek visszafordulva Sólyomkővár felé vesszük az irányt, onnan pedig észak-kelet felé. A mai végcél Szilágynagyfalu vagy Szilágyborzas lenne, bocsánat, Szilágybagos lenne, a Berettyó partján töltjük ma az éjszakát, ha minden igaz. Mennyi kilométer? Hát olyan nincs 100 kilométer, és körül 1000 méter lenne az összszint emelkedés már. Az mind lefelé, az az 1000 méter? Pedig a edzettségünknek inkább az felelne meg. Lassan elhagyjuk Élesdet. Elég nagy forgalmú E60-as úton tekerünk. A Révváródi medencének hívják ezt a területet, ahol most vagyunk. A bal oldalunkon van a Sebeskörös. Jobb oldalunkon van a Részhegység déli pereme, déli része. Egy 15 km múlva fogunk jobbra fordulni, és akkor célozzuk meg magát a hegységet. A Sebeskörös mögött pedig a Király-erdő-hegység látható. Lassan elérjük az első települést nyugat felé. A forgalom nem nagyon csökken, elég nehéz videózni. Nagy a zaj. Még szerencsé, hogy van ez a kis keskeny leállósáv itt, vagy oldalsáv. Itt viszonylag biztonságosan tudunk biciklizni. Megérkeztünk Örvindre, Csabát itt értük utol, ő Debrecenből biciklivel jött el idáig, már tegnap este elindult, tegnap délután elindult idefelé. Nagyon jól elhaladt, de az utolsó 8,5-9 kilométerre felvettük, és onnan már együtt mentünk. Pont itt volt ez a terület. Tovább megyünk nyugat felé, Nagyvárad felé. Mezőtelek határában vagyunk, és nyugati irányt felváltjuk északi irányra.
Elég jól haladtunk, volt egy kis hátszelünk. Nem is bánom, hogy vége a forgalmas szakasznak. Na, túl vagyunk a forgalmas szakaszon. Az út minősége valamennyit romlani fog, sőt, és valamennyit. Erre jöttünk ugyanis az autóval. Néhányszor bebejön a macskakő is. Bodri, te nem erre jöttél, ugye? Hanem arra... Nagyvárad felől. Nem? Aha. Nincsen jó út arra. Ennyi murvás. Ja, ott volt a murvás szakasz? Igen. Hát itt vagyunk a Rész-hegység déli lábánál. Élesdet ez védi északról, nyugati irányból a Királyhágó, déli irányból a Királyerdő, és nyugat felől van csak bejárata. Jól mondtam? Királyhágót nyugatra mondtam, vagy keletre mondtam, mert keletről van. Most keletre van a Királyhágó. Igen. Ezt, ha meg tudják a testvérek, hogy itt még a hegység is részből van. Na, lesznek ilyen szakaszok. Szerencsére csak foltokban lesz. 10 kilométeres foltokban. Megkezdődik a hegymászás. 8%-ot mutatott az előbb a tábla, nem tudom, látta-e a kamera. Talán látszik a körös. Majd a fejjel megyünk, jobb lesz a látvány. Hála Istennek, ezek a nagy járművek ritkák itt. Na most pont befutott kettő. Erdei szakaszhoz érkeztünk. Ákos, ezt szereted az erdős részt? Igen. Akkor ha már itt járunk, bemutatom a túra résztvevőit is. Ákos, akinek a vezeték neve Erdős, már hogy mindenki értse a poén. És nem poén, csak szójáték. Jó, az poén is. És akkor ott elől megy Szera! És Bodri! Szóval a túra résztvevőinek a bemutatásánál tartottunk, mert az erdős szakaszon
bemutattuk Erdős Ákost, és akkor ha már itt tartunk, akkor Bodri, a jobbomon. Csár, jó? Ott hagyjuk ki. És Szera a balomon. Tíz métert emelkedtünk, és most egy kis gurulásban van részünk. És mindjárt lesz egy kilátás, úgy látom. Bárányok hallgatnak. Hát, valóban itt... Nem minket akar terelni, úgy is. Hallgass már, hé, azt mondja. Jaj, de menjünk, ez egy nagy kutya, basszus! Én azt hittem, hogy a kicsit láttam csak. A kicsi az csak a riasztó kutya. Jó van már. Hát nem hagyták kigyönyörködni magunkat a tájban. Nem hozzak egyet annak? Leszarták a birkák, mint a minket. Kutyák megbosszulták a birkák ijegységét. Gyanús is volt, hogy a nehéz bundájuk arra itt vannak, meg három erre. Nem értettem a dolgot. Csak az egyik, csak igen, tájszólásra beszélt, mert az egyik azt mondja, a másik meg wow, csak hogy melyik volt a tájszólás. Ki tudja. Nagyon egyformák voltak így kinézetre. Nem tűnt fel nekem, mert eddig nem kezdtek el ugatni, hogy az nem mint bárány. Hát négy lába volt mindegyiknek. Lehetett volna, hogy felém szalad. Négy lába volt mindegyiknek. Csak itt lesz még egy kilátó pont. Igen. Látom, ez egy esztena. Itt még lehet, hogy sajt is van. Vagy akkor lesz még jó kilátópont, menjünk akkor lejjebb. Most mindenki ide oldaljunk át. Nem tudtál, hogy hatták itt? Nem, nem, nem. Hasonló, tájtulatlan. Hát. Mondja, nyugodtan, érdekelnek a történetek. Volt Kácsivel mentünk az Uzsaki hágótól a Veletkei hágóig, akkor hasonló tájak vannak ott is a Kárpátokban. Hát remélem ebben az évben megnézzük. Jó lenne. Szép kell. Na megnézzük a héj látni a lókat. Bemutatom neked itt magam tőlem balra Borátnak a kocsiját. Láttad, hogy az ilyen kocsi elé akasztotta a lovakat? Igen. Na ez tök ugyanaz a Dacia szerintem. Na, annyit emlegettük ezt a részegységet. Tudsz róla valamit? Hát most a nyugati oldalán vagyunk, mint mondottuk az előbb, az erdélyi középhegységnek a észak-nyugati nyúlványa tulajdonképpen. Egy alacsony hegységnek számít, sehol nincs 1000 méternél magasabb pontja. Legmagasabb csúcsa a Magura, az is 918 méter. Második legmagasabb része az Almácska-tető, az 882 méteres. Ez Mészkőhegység egyébként, az egész erdélyi középhegység két részre osztható, a déli része az kristályos pala, ezt pedig mészkő. Látszik, hogy az egész egy ilyen lapos tetőszerű hegyháttal rendelkező hegység, és nagyon sok helyen elég rossz a vízelvezetése, és ilyen lápos részek jöttek létre, ott ilyen tányérszerű mélyedések, vagy tálszerű mélyedésekben meggyűlt a víz, nem tudott valamiért elfolyni, pedig hát a mészkőre nem ez jellemző. Hát egy ilyet nem megnézhetnénk közelebbről, ki. Nem? Hát lehet, hogy fogunk majd látni. Ha látunk, akkor tudom. Megnézhetnénk közelebbről. Igen. Nem mész lépre. Továbbra is gurulunk az előbb felmászott emelkedőről lefelé. Sajnos az útminőség inkább hegymászásra lenne alkalmas, mint gurulásra. De hát ez van. Jobb oldalamon a Rézhegység lankái.
letértünk az útunkról, Cigányfalva felé vettük az irányt, mert itt van némi kis érdekesség az előzetes tervek alapján. Meglátjuk, hogy valóban így van-e. Látod, ilyenkor jó, hogyha benne vannak a GPS koordináták, hogy hol van az a fa templom, érted? A GTX-fájban, hogyha benne van. Én a horvát túránál megcsináltam a mindent, ugyanígy, hogy be van téve, és igen, úgy tudom, hogy jobbra nem tudjuk, jobbra vagy balra forduljunk. Hát, meglátjuk. Több mint 400 éve itt áll ez a templom. Temető is van itt a végében? Nem néztem. Jól összecsapozták, nézd csak. És szépen gerendákat. Kíváncsi lennék azért belül milyen, de hát ez elmarad. Tetejét bevonták bádoggal 1928-ban, ha jól emlékszem, az volt kiírva. Állatmegőrzés miatt. Alapokra épült. Kereszt. Van rajta friss, aránylag friss koszorú. Aha. Ami valamennyire. Csak rozsdásodik. Uh-huh. A rozsdásabb után én mindig mindig. Rozsdásodik a plékrisztus. Innen lehet tudni, hogy régen építették ezt. Már van másholnan is ilyen filmünk. Az ajtó magasságából, hát jó régen lehetett, amikor ilyen kis emberek éltek itt. Mikor? Mikor is voltunk, ezt építették? Az 1600-as években mondják, hogy készült ez a templom. 1588-ból vannak írásos emlékek Cigányfalváról. Egy oklevél említi a nevét. A falu meg pár évvel később épült, az 1600 körül. Szintén Cigányfalván vagyunk, és itt az újabb testvére az előző templomnak. Köszi! Megengedni, hogy fölvegyem ezt, amit mond? Nem zavarja, ha felveszem kamerával? Nem zavarja? Mert ez ugye nekünk érdekes magyaroknak, hogy itt még találunk olyan embert, aki még a háború idején... Mi Magyarországról jöttünk, igen, és ez nekünk nagyon jó, hogy hallunk magyar szót. Van itt még valaki? Nem számít. Nagyon örülünk neki, hogy találunk itt még olyan embert, aki még a magyar időkben még... Hány éves tetszik lenni? Sok. 85. Igen, gratulálom. Nem is néz ki annyinak. Nem, igen. Nem is néz ki annyinak. Hát én jártam iskolába itten magyar időben, jártam három osztályt itten. Értem. És háború után voltunk, vagy hat testvérek, és elmentem Inasnak. Mit tetszett tanulni? Schuster. Schuster. Hányban tetszett születni? Én dédnagypapám is az volt. 32. 1900. 1932.
Akkor igen, azt mondja, 42, a háború idején is kisiskolás lehetett, igaz? Amikor itt a... Hát jártam itten, és kellett járni Levente, háború, 12 éves voltam. Igen. És jártak így Levente. Igen, képzésre, igen. Toborozták őket? Tessék. Toborozták a Leventéket, vagy képezték? Nem, kiképezték. Volt, nem tudom megmondani. Magyarul, aha. Semmi baj. Kellett... Kötelező volt? Kötelező, persze. Ez volt a lényeg. Ha már letöltette a 12 éves, akkor elvitték Leventére. Nem, itt volt. Itt volt jött, a képzés, jött, aha, ide jöttek. Jött, valami tiszt. Értem. Igen. Katonai kiképzést tartott a fiatalok 12 éveseknek? Persze. Már akkor nevelték őket a katonaságra. Hamar elkezdték. Akkor igen. Háború volt. Aha, miatt. Bizony. Háborút van, akkor mentem, nem jártak arra, Élest, van egy város. Onnan jöttünk. Élesdről jövünk. Kerékpárral onnan jöttünk most, Élesdről. Hol jöttek? Hát a főúton jöttünk, elfordultunk. Majdnem eljöttünk, Telekdelőt jöttünk föl, azt itt jöttünk le. Itt jöttünk le ezen az úton, ezen jöttünk le. Megnézni a fatemplomot. A fatemplomot akartuk megnézni. Azt nem tudom, hogy hány éves. Nincsen ráírva semmi. Állítólag, amit találtunk róla leírást, az 1600-as években épült talán. 400 év körül lehet már a templom. Több mint 400 éves, ha minden igaz. Azt mondták, már mikor én kis gyerek voltam, itt volt a hegy alatt, és olyan ökörrel, tett valami fát, és ökörrel hozták ide. A templomot? Igen. Aha. Azokat a nagy fákat ökörrel húzották föl. Persze. Igen, arrébb lehet mozdítani egy ilyen fatemplomot végül is. Amerikai ház költöztetek. Csak itt még ökörrel oldották meg. Láttunk már ilyet ilyen tudományos csatornákon, hogy fogják a fa házakat, és akkor odé tudják költöztetni az egészet. Úgyhogy nem. Gondolom, ilyen fahengereket tettek alá, ilyen farönköket, és akkor azon végighúzták, gondolom, ide a templomot. Úgyhogy én elmentem, itt keresztül mentem, vagy 15 kilométer gyalog, biciklin se volt. Élesdről, amikor tetszett lemenni? A 15 kilométer gyalog tetszett menni? A hegyen keresztül. Aha. De bút az egyenes. Igen. És az volt, hogy mondjam, magyar a mester. Aha. És ő tudott, hogy jó magyar, románul, de a mesternő az nem... Ez nem lesz. Nem, besz. Szkeletet, hozzá le egy gyöl fát, de azt se tudtam mi az, hozzá le egy kézjeder vizet. Lehetett érteni, igen. Na, értettem, én mert három osztályt csináltam, és tudok írni. Értem. Csináltuk a gyárt, mikor mentünk, nem volt a 200 valamennyi, és dolgozott, és mikor én oda mentem, az mikor már nyugdíjba jöttem, voltunk, ezer nem tudom hány hány voltunk. És innen tetszett bejárni, Nagyváradra? Volt busz. Busszal. Nevét áll. Ilyen cégezni? Jó, de azt gondoltam, hogy akkoriban még szekérrel jártak. Nem szekérrel jártak még akkoriban, amikor fiatalként dolgozott bent? Nem ilyen szekérrel jártak? Dehogy nem, ilyen persze. Jó, ilyen szekérrel jártak inkább az emberek, mint busszal. Utána vettem egy magyar, itt volt magyar, volt olyan bicikli csapat, hogy mondja, Pluton, de... Kerékpáros csapat? Kerékpáros csapat. Aha, értem. A nagyváradiak? Nagyváradiak volt kerékpáros csapat? Hát én nem tudom, csak... jöttek így, hogy mondjam... Mint maguk, de voltam... Túra? Ilyen túráztak ilyen csapatban jöttek. Persze, volt vagy öt, egy csapatban, vagy 50 volt. Kerékpáros. Ez nem katonai volt? Katonai, kerékpáros. Igen, volt régen, a második világháború volt kerékpáros százalék. Állítólag én láttam olyat, hogy és a kerékpárokat... volt olyan cseppel bicikli. Igen. Tessék, hogy nézd, mi van ráírva? Neki is cseppel biciklije van ennek a fiúnak. Fordítva,
Nem ez az oda. Oda van ráírva, hogy Csepel bicikli. Volt nekem is háború után. Ez túlélte a háborút is. Hát voltak olyan kerékpáros századok, ahol ejtőernyővel ugrottak, és a kerékpár rajta volt a hátukon, és amikor leérkeztek valahol, akkor fogták, és bicikli mentek tovább. És volt ilyen, aki javított azok... Kerékpárt? Igen, és utána mentek, hogy a valami... Baj volt, az már egy-kettő meg itt néztük, hogy csinálják. Hát, érdekes lehet, de nem volt egy jó korszak, de érdekes lehet. Most gondol csak el egész Erdélyen keresztül menni kerékpárral és vinni magaddal a teljes felszerelésedet? Igen. Nem voltak ilyen aszfaltutak, mert még macskakörösen nagyobb volt. Igen. Milyen régen vannak ezek az aszfaltutak itt? Mikor csinálták körülbelül? 50 nem éve? Nem. Gyerekkorában még nem volt, gondolom, igaz? Ó, hát most csinálták, nem olyan. Nem olyan régen? Nem olyan régen. Akkor gyerekkorában akkor nem találtad még, csak esetleg szekérrel közlekedni. Vagy 70, vagy ha nem 80 után, nem tudom. Uh-huh. Nem, olyan sár volt itt, hogy uh-huh. itt nem volt az utca, mert mikor csináltuk a bejárót. Igen, akkor utca után vizelt, mikor jöttek, feltöltötték. És akkor lemaradtunk. Uh-huh. Igen, értem. És most megy a víz, csak most befelé folyik. Én a szárok valamennyire. Uh-huh. Ám poszta így se se. Uh-huh. Lefolyt oda, igen, lefolyt oda. Hogy mondjam, tettem, az nem betont, aszfalt. Láttam? Ah, láttam aszfalt, igen, az udvaron. Aha, látom. Van, volt itt egy bánya, aszfalt bánya. Igen. Na, látom. Itt, na, tesserek is. Nem akarunk zavarni, csak benéztünk az udvarán. Hát én egyedül vagyok, nekem. Nem akarom. Van három gyerek. És ők hol élnek? Egy van Várodon, kettő Temesváron. Ah, értem. És hogy az a baj, meghalt a feleség. Ja, értem. És van 9 unoka és 3 strenepac, hogy mondjam. Dédunoka? 3 dédunoka, nem? 9 unoka és 3 dédunoka? Szerintem igen. És akkor 85 éves tetszik lenni, igaz? 85-öt tetszett mondani. Most leszek. Most lesz 85, aha. Hogy mondjam, töltök augusztus. Augusztusban tölti be. És egy ilyen faluban, ami messze van a várostól, mit csinálnak az emberek, miből tudnak megélni? Hát járnak most is, járnak idővel. Bedolgozni? Na, persze, oda járnak. Na de régen, amikor nem lehetett bedolgozni. Itten volt egy idő, bánya. Erdői ízeik. Fában dolgoztak az erdőinál. Értem. De a bánya az részbánya volt, vagy milyen? Szénbánya. Szénbánya volt, aha. Uh-huh. Hát akkor azt tudták. És az messze volt itt a falutól? A szénbánya? Itt jártak a busz. Itt volt a megálló. És akkor elvitt őket a szénbányába. Aha. Gyűjt is, meg árul is szerintem. Figyelj már, nem veszünk majd 2 vesző seprűt, lehet gyorsabban tudnánk rajta menni. Csak hogy tudnám, hogy tudnám felgumipókozni a seprűre a cuccomat. Nem értünk mi ehhez. Igen. Feleségeinknek van ehhez jogosítvány. Nimbus 2000 modell, vagy 2000-es modell. Hely jó szeres. Tessék, vasakat. Ez összeszedi a vasakat. Aha. El akar neki adni valamit? Van olyan olcsó aragát, hogy mondják, meg olyan régi, nem, mosógép. Ja, értem, és akkor azt esetleg eladni neki. Beszéltem vele tegnap. Aha. Aha. Segítsünk felrakni, vagy mi? Nem adom, mi jön a fiú, tudja. Jönnek a... Ja? Mert három, mind jó csinálta a fakultát, hogy mondjam. Aha. Az iskolát? Mind a három, az aha. egyik mérnök, a másik
a nagyobbik izé volt, katonatiszt. Uh-huh. És mind a három, de az anya nem hagyta őket, a persze, nem írni, hagy... olvasni, tanulni kellett fest, nem játszhatta. Nem hagyta őket. Aha. Na, Zito Pajcsa Tibi, bon! Na. Köszönjük szépen! Már hogyha ilyen sokat mesélt nekünk, a nevét nem hallottuk még. Hogy a, legalább keresztnevét, hogy mi a keresztneve önnek? Neve? Tánk Alexandru. Tánk? Sándor. Sándor. Magyarul a Sándor, de... Sándort mondja. Most is tudok írni, hogy kell. Magyarul, hogy Sándor? Persze, hát jártam három osztályzat. Persze. Aha, megtanították. Persze. És itt van olyan település, ahol még sok magyar van? Van olyan falu, ahol sok magyar van? Itt nem, nincs a környéken? Élesden? Sokan? Persze. Ott van, igaz? Élesden jobban? Vagy Szilágysomjón? Szilágysomjón? Ott is. Ott is sok magyar van, igaz? Csak ezeken a kis településeken, nem? Kihallaksan, nem csak a magyarok, hanem a... Fáj a lába, bácsi. Megterheltük egy kicsit Sanyi bácsit. Tessék? Megterheltük egy kicsit Sanyi nem, bácsit. Nem, valamit csinált, dolgoztam ott a... Kihúztam valami olcsó vasat, meg nem tudom én. Nem álljon a Tibi, azt elviszi. Tibi? Tibi a bitangó. Ez ebből meg tud élni, ebből él meg, hogy összeszedi a vasat a faluba? Hát meg látod, meg árulja a seprűt. Hát ő megveszi, és a seprűt, van ott olyan erdő, hogy olyan fa van, és az direkt csinálja a seprűt, olcsón veszi otthon, mert az angolba adja neki. Nagyban. Aha, értem. És akkor, hogy mondjam? Ő ad egy seprőt, ad neki, ő onnan szedi a vasat, ő persze, hogy valamit keresünk benne. Ha igen, amir jár össze-vissza, ő itt a faluban. Sok, sok benzin nem kell hozzá, hogy végigjárja a falut? Ott a fű. Ott a benzin úton féle. Alulnak, jó. Mirre volt egy útjuk, a Róka. Olyan hülyeséget mindig mondta Róka. Mondta, azt mondja az egyik, ez nem akármilyen Róka, hanem ez is Róka, azt mondja. A másik azt mondja, ez szaróka. Szaróka. Szó játék. Jó egészséget van ára. Jó egészséget. Ha 20 év múlva még erre biciklizek, akkor még szeretnék magával beszélgetni. Hozzon, addig én csak addig, az gépet neked. Jó van, meg addig szokjon le a gyógyszerről, az akkor majd iszunk egy pálinkát. Jó. Tataroson vagyunk. Tatarpatak néven említik valamikor 1360-as években. És jellemzője, hogy az 1800-as évekig a faluban található patakban rákok és pisztrángok éltek, ma már ez nincsen. Kiváló aszfaltbánya és szénbánya van itt, vagy volt itt, most már nem. Az 1800-as években kezdték el a kitermelést. A következő település Felsőtó falu lesz. Ott kell ezt már elfordulnunk majd jobbra. Tehát jobbra fordulunk majd Felsőderna irányába. Tulajdonképpen akkor érjük el a Rész-hegységnek az északnyugati részét is. Visszafordulunk a hegy belseje felé. Na, elérkeztünk a kereszteződéshez.
zárd el a szellőztet, és nem menjen bele az utas tér. Igen. Belső levegő kerintetést bekapcsoljuk. Mondjuk mély levegő. Eddig szembeszelünk volt, legalább az most kiderült. Na mindjárt elkezdjük a mászást. 148 méteren vagyunk a most. Azt mondom, bedobom magamra ezt a felsőt. Mindjárt megnézem, hogy pontosan hány méterre kell felmenjünk. Valami 500 és 600 közöttre emlékszem, de nem biztos. Gyakorlatilag majdnem egész estig felfelé fogunk menni. Igen? Nap végéig, igen. Hát 32 kilométert jöttünk eddig. Jó hetten. Igen. Jobb oldalunkon Danderna patak folyik. Aminek a neve gyepes jelent. Húj! Alakul! Alakul a százalék. Feljöttünk körülbelül 55 méter szintet, és most gurulunk vissza, és következik egy 100 méteres szintemelkedés felső Derna előtt. Legalábbis azt hiszem, hogy még előtte lesz. Felfelé is ilyen szerpentines volt az út. Sajnos vannak ilyen kavics felhordások, nem nagyon merem engedni, mert pillanatok alatt megcsúszhat a bicikli. Inkább óvatosan. Hát nem jól jósoltam. Az emelkedő előtt elértük Dernát, felső Dernát. Ahogy az előbb mondtam, a Derna patakról kapta a nevét, ami gyepest jelent. 1944-ig magyar település volt. Második bécsi döntés értelmében visszakaptuk. Aztán a szovjetek bevonulása után ismét Románia tulajdona lett. Itt is volt egy aszfaltbánya, amely 1990-ig működött, utána bezárták. Az első írásos emlékek 1472-ből származnak egyébként. Akkor említették a nevét először. Na, elkezdtük a 100 méteres mászást. 100 méter szintemelkedés. Nézd csak, Bodri, milyen szép, ahogy összeérnek a fák szinte. Igen, tegnap is jártam egy ilyen útszakaszon, összeértek a galjak, ilyen zöld
alagút volt szinte, és gyönyörűen nézett. Nagyon szép. Nagyon sokáig így lesz, a Street View Playerre megnéztem, és elég hosszú szakaszon így lesz. Erdőben megyünk. Következő település Bodonos lesz, és majd onnan kell lesz elfordulnunk megint jobbra. Itt át is fogjuk lépni majd a Bihar megye, meg Szilágy megye határát, nem most még. Majd Sólyomkővár után. Most a bihari járásban megyében vagyunk. A két járműsi, vagy a két nevelet megműsége, nem? Jó, jöttek a vas. Igen. Nehéz. Nem elég egyet megtanulni, megjegyezni. Ja. Amit elég használ minden nap, ugye? Igen. Sötét napszemüveg most nem előnyös. Na, felértünk a 100 méteres hágó tetejére. Bár ez nem hágó, csak egy emelkedő volt. Megálltunk ennél a kereszteződésnél ellenőrizni, hogy nem-e itt kell jobbra menni. Hát kiderült, hogy túljöttünk. 5 kilométert most vissza kell menjünk. Papfalván vagyunk. És ez már túl van a mi útvonalunkon. Nem vettük észre az elágazást, ami jobbra volt, most már balra lesz. Biztos, hogy vissza kell menni. Persze, vissza kell, mondom, az a fekete erdő, amit mi nekünk követni kell, az 12 km-re van, de arra ez a Padaura Negra úgy lesz írva, de már is beazonosítom magunkat még egyszer. Ez sem a jó út. Ahogy számoltam, hogy 5 kilométert jöttünk túl durván, úgyhogy 58-ig kell legalább menni, és 55-6-nál járunk. Meg menni kell. Most itt ez az almaszeg, ez a Vojvodi almaszeg, és ennek a falunak a túlsó felén lesz az út. Jó? De ott már biztos ki lesz írva megint ez a fekete erdő. Hát, lehet, nem tudom, igen, nem tudom, miért néztük el. Ennek a falunak a másik felén? A túlsó felén lesz, majd balra, igen. Az ezt a mi útunk. Arról jöttünk. És nem itt kellett érnünk, ez biztos. Szép egy út. Na, megvan már a kereszteződésünk. Nem tudom, hogy néztük el. De elnéztük. Na, ez az. Próbálunk ebédelőhelyet keresni. Igen. De itt nem találtunk ülő alkalmatosságot, úgyhogy megyünk tovább.
mindent rövid nadrágba bemenni. Állj meg. Én hosszú nadrágba jövök. Nem mertem bemenni rövid nadrágba, megmondom az őszintét. Elállt. Szerintem, amikor a fa templomba bementünk, szintén, amikor nem voltunk a akkor megyünk tovább. Na ez már a hegység belseje. Felé vezető út. Eddig csak így kerülgettük a forrókását, amúgy nem? Igen, igen. És még el is akartuk kerülni, azért mentünk túl biztos. Igen, elő. Termelték a földet. Aha, ilyenkor kell készíteni. Igen. Van nálam, amit tudok adni. Igaz. Húzzam? Itt a hátsó praktikus szerintem. Hadd húzza magát ráfelé. Várjál, segítség. Ezt be fogjuk kapatni. Köszönöm. Nagyon jó megoldás. Na, lepakolok én, és akkor megérkeztünk az ebédelő helyszínre. Itt az étterem. Jó étvágyat mindenkinek! Éjszakára hány fokot mondtak? 14 lesz éjfélkor. Na, hát az nem csak. Az lesz a legkevesebb, az lesz a minimum. Hát az nem biztos, nem fogok fázni akkor. Vadregényes. Tetszik. Na, milyen jó, hogy hódat nézd, ez nincs meg, hát kell reklemezet. Nagyon úr, de szép. Itt kell fogunk ajánlni. Hát. Ajánlunk újra. Igaz, hogy a nap nem süt, de... De nagyon szép. Nagyon szép, nézd meg. Még egy fotót is megér. Nagyon hangulatos az út, szebb csobogók is, befolyók vannak. Itt van például egy. Erdő, magyarul magyarul is ki van írva, de jó. Állítólag a település egyik és másik vége között két része van, és 500 méter a szintkülönbség közötte. Hol volt ilyen szara? Falu két vége között. 500 méter. Várjál már. Hát mit bánjuk? Bizony, bizony. Az is jó hely. Hát, akkor már forduljunk vissza, hogy 500 métert kell menni valunk belül. Szinte. Nézd már, elfogít a ló. Aha, fel van fújódni. Meg kellene keresni az Icsi kastélyt. Hát, ha egy utcás falu, akkor könnyű lesz. Igen. Működött itt valami üveggyár is. Azt tette állítólag híressé. De 90-ben bezárták. Na, majd meglátjuk, hát ha megtaláljuk. Igazad, majd nem csináltam meg a GPS pozíciókat. Jó lett volna, de hát... Nehéz egyébként megcsinálni, mert ugye nem nagyon írják. Igen. Csak úgy tudod csak megcsinálni, hogy Google Earth-ben nézed, hogy a fényképp pozíciókat hová rakták benne, igen, és a Google Map-be. És hogyha a fényképp pozíciók túl sok egy helyre utal, az valószínűleg az lesz az a pont. Gyanussá tesz, igen. Igen, mert nagyon sok fényképp pozíciónak a GPS koordináta alapján
adja meg, hogy hová fényképezett, érted? Aha. Úgyhogy egyébként ez se lenne hülyeség, hogy fel lehetne rakni egy pár fotót oda. Igen, amiket csinálgatunk az enyém, ráadásul én úgy fényképezem legalábbis, hogy én eltárolom a koordinátákat is. Igen. És ez alapján meg lehet nagyjából találni, de még az is segít, hogyha nézed a műhold felvételen, hogy melyik az olyan nagy méretű épület a településen, hogy egy ilyen kis településről van szó. Igen. A műhold felvételen látszik azért, hogy valami egy ilyen nagy épület. Csak rengeteg idő, hát nagyon sziszifuszi. Mi? Nagyon sziszifuszi egy ilyet összehozni. Van két templom is állítólag. Az egyik egy római katolikus, a másik meg egy ortodox. Állítólag augusztusban zarándoklás szokott történni ide. De nem tudom, hogy ez-e az. Hát ez nem ortodox. Igen, meg ez nem ortodox. Bár itt is van egy 400 éves fa templom, de állítólag a Zicsi... Nem tudom, hogy még az órá is pontos, nem lehet 400 éves. Ahhoz a kastélyt kéne. De jó kis parucska. Forrás. Találtunk forrást. Mi lesz a forstoló? Na így ki van betonozva, az a biztos élható, nem? Valószínű itt volt, igen, azért a munkás negyed. Nézd csak a fát itt. Hát valószínű ezt tüzelik. Nagyon lepukkant, igen. Hát 90-ben szűnt meg állítólag, gondolom nincs bevétel. Tehát 400 méteren vagyunk. Akkor hogy lesz ebből plusz 500? 1100? Nem tudom, az lehetetlen, mert 1000 fölé nem megy egyetlen pontja sem a részhegységnek. Mindig most már izzadjunk, mert most megint úgy érzem, hogy... Már megint kamuzott egyet a fiam, mert hallott. Megállni egy sörre, akkor nem érdemlem meg úgy kidattam. Meg a bizacsunk még így is. Szerra, te hány méter mondta? Hány méteren vagyunk te órád szerint? Nem. 369-re egy. Jó, aha. 389 az enyém. Ha még abban mégis belefér az 500, de hát már jöttünk is valamennyit. 500 meg 500 az 9, jó, csak 900 befér. Igen. Igen, vége van Fekete Erdőnek, de azt mondták két része van, akkor lehet, hogy a másik teljesen különálló. Majd meglátjuk. Ez volt a munkásnegyed, itt volt az üveggyár. Valószínűleg a gróf is feljebb építkezett egyébként. Az Zicsi kastély feljebb van, nem a lentebbi részen. És megint itt a patakunk. Ó, de jó kis sátorozó hely, azt nézd meg! Nem csak mi gondoljuk így. Hát szép ez a terület. Aludtatok ti már valahol, nem? Zakopániban mered egyszer, nem? Nem aludtunk ott még. Csak terveztétek? Rózsás vasszú.
igazán mondhatnám, hogy csőrakó vagyok, nem? Igen, és abba belegondoltatok, hogy tavaly szeptemberben voltunk először csomagos túrán? Azért most jobban állunk. De most is majdnem a***tam mind a két hónap is. Április-májust. Igen. Bár mondjuk augusztusban én voltam a párommal, de együtt csak szeptemberben voltunk. Hát ki van írva? 606 méteren vagyunk. Itt tartsz? Nem. Jaj, meghalok. Még van esetet. A csalános oldalt. Hát, átülhetünk arra, hogy nem akarod. De tényleg itt is van csalán. Hú. Jó fárasztó ez a biciklizés. Nem kényelmesebb lenne otthonról nézni a Kobrankó filmjét itt. Itt töljük itt magunkat. Hány méter jöttünk fel, tudjátok? 606 méteren vagyunk. Még hogyha nulláról indultunk volna se sok, de mégis nehéz volt. Most gondold el, hogy most járnánk a Bonnet lábánál. Medvedéken. Nem lenne elég egy délelőtt, mi? Valószínű. Mennyi volt? 3,5 óra értünk fel a Bonnetre, nem? Körülbelül. Én azt hiszem 3,5 óra volt. Én nem is néztem, hogy pontosan mikor indultuk. Hát, de az már mikor volt? Szeptemberben, akkorára szerintem megint bele fogunk jönni a tekerésbe. Kiértünk a Zilahot Élesdről összekötő főútra. Itt van még 70 méter szintemelkedésünk, és utána már csak gurulunk a napi végcélig. Hát sajnos nem találtuk meg a Fekete Erdő második részét, se az Icsi kastélyt. Kimaradt a Icsi kastély is. A buborékos forrás is kimaradt. Na, kihalózik. Összefutottunk két ringatással, országúti sok voltak, és ma már... Érmifalva, igen. Onnan jöttek. Bő 200 kilométerük lesz ma. Hát, fiatalok voltak. 22-28 évesek. Én meg már a duplájától is több vagyok. De hát... Így van ezzel mindenki a csapatban. Ez a rendje a dolgoknak. Mennyi időskorunkban mi is lenyomtuk ezt a távot. Igen. Nagyon jó minőségi az út. Reméljük gurulni is élvezetes lesz. 698 méteren vagyunk és itt már elkezdett lejteni az út. Teu, azaz Sólyomkővár a település neve. Ez egy szlovákok lakta település egyébként. 1-től 8 osztályig szlovákiai anyanyelvi képzés folyik. Igen. Igen. Állítólag itt van egy bölényfarm, amerikai bölényfarm. Egy osztrák vállalkozó indította be 2010-ben, 7 éve. De nem tudom, hogy így van-e vagy nem, de ezt olvastam valahol. Jó kis megtámasztás van itt. Van kilátás is. Thank you.
Na, még egy utolsó meredek szakasz. Itt már biztos a tető van, mert tele van toronya. Adó toronya. Kicsit felhős az ég, reméljük nem lesz eső. Tehát 30 méterre mentünk fel végül is, és Szilány nagyfalu 215 méter magasan van. Úgyhogy jó kis gurulás lesz. Na, igen. Ezt mondod, hogy szerencsénk volt? Nem, ez a profi szervezés. A profi szervezés, várj, így van. Kiru azt mondta, nem lesz eső, nem kell sátor, elég a hálózsák. És igaza van. Ha egész éjszaka áznak amunk egy hálózsákból. Jó hangulat van itt fönt. Hát eltöltöttünk egy órát, elállt az eső, felszáradt az út nagyjából, és indulunk tovább. Kicsi lehűlt a levegő, és fel kellett, hogy öltözzünk. Nem, jó volt pihenni egy kicsit, nem? Ha, csak már fázok. Fázol? Vagyjak meg ruhát? Van hosszú ruhám, Szera? Nem, köszi elég. Nem, figyelj, majd most felfelé megyünk, de ha lefelé megyünk, fázni fogsz. Na, adok én majd neked. De ha kell, akkor most is odaadom. Egy kör panoráma.
majd az ember mondok, nem akarom, hogy kapcsolva tudom, de ezért van állítva ilyen autópózra. És akkor, hogyha leszállok, és jövök, megyek, akkor kapcsolok ki, tehát akkor lesz, hogy tenni tőle. Azt jelenti, hogy mérte a pihenő pulzusomat is, és az is benne az állapotot, ez nyilván csalni fog. Uh-huh. Nem baj. Nem lehet automatára állítani? Nem. Elteszem. Ja igen, mert nem érzékeli, hogy mozdulsz, vagy nem. Uh-huh. Igen, igen. Igen. A Szilágy nagy faluba érkeztünk. Arany János vonatkozásait keressük itt a faluban. Árpádkori település egyébként. Nagyon régen fent áll már. A Kraszna megye központja is volt sokszor. Meglátjuk, megtaláljuk-e. Estére vetegünk fel vizet, nem? Csorcsuk igen. A kulacsainkat estére, nem? Igen, zuhanyozni is. Főzni is, fogat mosni is. Hát ez így. Igen? Érzel, én töltök a két literes flakonomba is, mosakodni jó lesz. Látszik, hogy nem román lakta terület, nézzétek milyen szép eredben van tartva ez a park. Ezek a végén játszótér, nagyon szép eredben van tartva. Hát ez jó korában. Ez tele van. Lehet, hogy ha játszótéren akarnánk, halud is evelnének innenki bennünket. Itt a padon mondod? Hát ez is. Ez nem kéne, mert el kell menni az embernek a vécére vagy valami. Mit csinálsz, az kellemetlen. Inkább menjünk ki a településen figyelni. Berettyó hütti alá mondjuk. A szőnyogosban nem volt egy szemtelen szőnyog. Csak reggel tudtam kivégezni. Szép is park. Ha megfelelt neked, hogy mutasd, akkor te megfelelhetek. Tóli történetéről az igazság, hogy Arany János, tehát a Tóldiak éltek, kezdjük ezzel. Nemes család volt, éltek a Tóldiak, és valószínűleg ennyi igaz a történetből. Arany komoly kutatómunkát végzett, mielőtt megírta a művet, és a nagyfalúi, nagyszorontai embereket is meginterjúolta, de hát ugye 400 év a különbség. És a legfontosabb forrása az Ilosvai Sejmes Péternek volt a krónikás éneke. Egy nagyon hosszú című az jó, Tóldi Miklósnak, hős cselekedete is, stb. Nem tudom milyen történet. Tehát a család élt, de amit Arany a Tóldival a 12 énekben leír, az fikció, az nyilván kitaláció. Nincs ezzel semmi baj, ez a műnek abszolút nem veszi el az értékét. És az, hogy életben tartják a legendát, az meg én azt gondolom, hogy jó dolog. Tehát az, hogy azt mondja a legenda, hogy ezen a környéken volt az a nádas, ahol Miklós megvívott a farkasokkal, legyen úgy. A legenda szerint meg így neki. Tartott a rubat is állítólag. Hogyan? Petrenc is itt tartott ezek szerint. És akkor ez a település hogy fűződik hozzájuk? Már azon kívül Arany Jánoshoz? A szülei itt éltek állítólag, és innen költöztek át Nagy Szalontára. De ezt lehet, jobban tudod. Erről nem tudok, de akár így is lehet. Akár így is lehet. Én nagy szalontai születésnek tudom őt, lehet, hogy a szülei valahol máshol éltek, és aztán költöztek Szalontára, de őt így veszik, hogy ő nagy szalontai. Egyébként nemes család volt az Arany János család is, és Mária Terézia vette a nemességüket. Elvette a családtól, és ez nagyon fájó volt az Arany családnak. Nem tudom igazából mi volt az oka, de megfosztotta a nemesi jogot. Tehát ugye, mint családi legenda nyilván ez vagy a családnak a hagyaték, ahogy tetszik, vagy az öröksége, inkább így mondom, az nyilván élt a családban, de így emlékszem rá, hogy Mária Terézia megfosztotta a Arany családot a nemesi címüktől. Hogy hívták a nádi farkas? Mit mondtatok? Toportján. Toportján? Toportján, ez volt az. Arany ezt a szót használja a farkasok. Nagyon szép, nagyon remek mű, de az biztos, hogy a mai gyerekeknek egyik szóra a másikra kell
megmagyarázni, hogy mit is jelent tulajdonképpen a sztori. Itt a berettyó. Na, megérkeztünk a Berettyóhoz, a Rézhegység északkeleti csücskénél vagyunk, és itt a Berettyó. És nem ebbe fogunk fülni. Hát Romániában minden így tönkre van szennyezve, minden folyó. Még mindig Szilágy nagyfaluban vagyunk. Igen, ahogy holnap fogunk menni délfelé, ugye ott tör ki, ott töri át az egyik peremét a Rézhegységnek, és ott még jellegzetesen ilyen hegyi patak talán, és ott valószínű tisztább, mint itt. Kelet irányba jöttünk, és ott dél felé vesszük az utunkat. Egy jó darabig most a Rézhegységnek a keleti oldalán fogunk menni. Bal oldalunkon a Mezeshegység lesz, jobb oldalunkon pedig a Rézhegység. Öt kilométerünk van még mára, Szilágy Babos a cél, ott keresünk szállást. Vagy pedig már ahol itt is látunk éjszakázásra alkalmas területet, megállunk. Gólya most vadászott le egy békát, most szállt le az előbb a fészkére. Tudom, már lenne kicsinye. Elérkeztünk Szilágy Bagosra, itt próbálunk szállást keresni. Egyfajta turisztikai központ. Egymást érték a panziók, szállás lehetőségek, de hát nekünk sokkal jobb lesz szabad ég alatt aludni. Csak még meg kell találni a megfelelőt. Megérkeztünk a szálláshelyre, ami öt csillagosnak bizonyul. Egy focipálya szélén a szertár lesz a nyughelyünk. Mögötte ott a berettyó. Nyughelyet mondtál? Nyughelyünk. Legyen inkább fekhely. Hát két érte a nyughely. Igen, hát nyugovóra térünk, ahogy jön az este, de való igaz, hogy másképp is lehet érteni. Szóval van pad vacsorához, ha esetleg eső esne, akkor itt fedett helyen vagyunk, van WC, áram, világítás, úgyhogy a legjobb hely. Jó, na most kezd bacskásodni. Hol lesz a tűzősugó? Szóval mehetünk a Berettyó. Kezdőkör. Abba az irányba. A kapufára felolgatjuk. De figyelj, a kapufára a ruhákat tesszük szállítani. Igen, azt fel is lehet akasztani, és akkor úgy, amikor akár hogy pára vagy bármire. A valamat nem lehet, hogy ilyen meg kell. Ez nem a biciklin.
kedvenc mindenem, szerelem. Tekerem, szeretem, tekerem, kedvenc mindenem. Elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Kiterítve a térkép az asztalon, tekerek rajta, ezt már jól tudom. Elrepülök, ameddig lehet, hölgyeken domokom. Kedvenc mindenem a biciklim, kedvenc mindenem szerelem. Tekerem, szeretem, tekerem, kedvenc mindenem. Elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Áttekerem az üres városon, közben a kereket hallgatom. Kilő kavicsot oldalra, és ez koppan egy házfaló. Kedvenc mindenem a bicikli, kedvenc mindenem szerelem. Tekerem, szeretem, tekerem, kedvenc mindenem. Elvisz engem bárhová, ahová csak hiszem, szeretem, ettől majd megízad mind a két tenyerem. Bármikor ráülök, onnantól szédülök, tekerve kergülök, mert nekem ez jó. Kurte a Balaton, nem a francia badacsony tetejéről, félig már Adria, mámorban tekerek, jó sokat nevetek. Első fékbe húzva repülök, én aztán adjam, mit elszállok. Járom a világot, felőkön ugrálva, én mindent imádok. Tekerjünk eleget, csináljunk gyereket, nekem a tekerem.